Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Na. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy áskálottunk Sweet Apple Lake-ről környékén. Na, mindjárt megyünk is, és akkor megcsináljuk. De előbb el szeretnénk mondani nektek valami nagyon fontos dolgot, mégpedig azt, hogy mi már Kurió már megint Gemes Pony, pedig eddig Play Pony volt. Na mindegy. Volt egy olyan játék, hogy a Sequester Girls minigame-ben el kell tenni 70 000 pontot, és akkor meg lehetett kapni. Pardon. Ez kidurrantottam? Azt hiszem igen. Jó, de nekem... nem is itt van, de meg lehetett kapni Luna szekerét. Hát ez mondjuk nem olyan nagy dekoráció, mert nem is olyan különös, de én kirakom, mert valamiért úgy érzem, hogy most alkalomhoz illő. Na. Először elmenjünk akkor Kentellotba. Oda azért menjünk el, mert aratni akarok. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy talán ezek nem olyan nagy dolgok lesznek, amiket fogok mutatni, de úgy érzem, hogy azért muszáj valamit mutatnom. Na. Azt a nagy sziklát meg nem is ástam ki. Nem baj. Na még egyet aratok így gyorsan, és akkor hát ezt nem hiszem el. Nem mondja komolyan ez a játék, hogy vannak itt még olyan helyek, ahol még ki kell ásni dolgokat. Na se baj. Hát csak itt tudom ide rakni. Úgy. Nagyon jó, nagyon szép. Jó, most már több dolgot nem kell itt kiásni. Majd a termelőket kéne közelebb helyeznem egymáshoz, majd. Van itt még egy olyan feladat is, hát ezt a pónit már nem biztos, hogy megszerzem. Most olyan van, hogy a Ponies in the Sky játékban az első 20-nak, első 20 emberi kaphat 12 gemet. Ami azért jó, mert abból legalább tudok venni valamit, valami hasznos dolgot. Na jó. Akkor folytassuk ott a játékot, hogy föl kell vinni Half Bucket Apple-t és Apple Dumplingot 5 csillagra. Úgyhogy játszunk is Half Bucket Apple-re, kezdjük a játékot méghozzá egy százassal. Na. Két dolgot fogok elmondani. Az első dolog az, hogy én még nem láttam a... Tehát amikor ez a videó készül, nem láttam még az 5. évadnak a 23. részét, azt majd később fogom megnézni. Mert szóval elkészítem a játékot, és csak azután szokok nézni így részeket, amik megjelennek a sorozatban. Szóval miután... Megláttam a... Már nem tudom, már... Most izé előre megírom, hogy talán ez nekem megint ilyen, hogy mondjam, fura lesz, de nem baj. Oké, miért hívásra kellett, na se baj. Na Apple Dumpling a következő, vele már egy eset fogunk viszont menni. Miért baj? Hát mert biztos, hogy Twilight, mert hogy Twilight megint olyasmit fog csinálni, ami, na mindegy, nekem ne is mondjunk, na. Szóval Apple Dumpling-on menjünk egy érdekes játékot. A másik dolog pedig az, hogy most, hogy már közeledünk az Equestria Girls harmadik filmjéhez, tehát amikor az a videó készül, arról az jutott megint eszembe, hogy tényleg jó lenne, tehát nem tudom, hogy tényleg jó lenne, vagy egyáltalán
tervezi-e a Hasbro, de ha netán úgy alakulna, hogy az Equestria Girls-ből csinálnak egy tévésorozatot, az mondjuk nem lenne baj, legalábbis én örülnék neki, és miért? Mert én imádom a filmeket, imádom mind a három filmet, imádom a 16 rövid részt, amit még ugyan nem szinkronizáltak meg magyarul, de attól még tetszik, hogy hibás itt a keret. Így ez... Aha. Szép izé, keretek. Na jó. Nem tudom, miért menjünk vissza Kentállóba, de most úgy érzem, hogy vissza kell oda menni. Kéne játszani egy pár pónival, igaz? Mert vannak még olyan pónik, akiket nem vittünk föl. Kicsit húzok ki a dolgokat, mit szóltok? Royal Ribbonnal fog most menni egy ezres játékot, mert ő úgyis egy olyan póni, aki mondom, nekem tetszik. Na. Most elnézést, hogy így csöndbe lettem, csak hát azon agyalok, hogy hogy lehetne csinálni az Equestria Girls-ből sorozatot? Hát most már szerintem simán lehetne csinálni, tehát miért? Hát már az alternatív Twilight Kentelotti suliba jár, úgyhogy simán. Hát ezt én el tudnám képzelni amúgy. Azt akarom megnézni, van-e itt Changeling, vagyis egy alakváltó. Aha. De miért pont megint Twilight? És miért pont egy? Na se baj. Kéne már terjeszkedni, igaz? Hát azért nézzünk, azt mondom, hogy mennyire. Jó, ezt a töltet itt vegyük meg, mert ez zavar engem, hogy itt ilyen egymagában van itt egy terület. Jó, hogy itt a határ. Értem, azt meg ott ki kell ásni. Jó. Ja, az maga ott egy bokor. Imádok bokrokat bögdösni. Azt észre sem vettem, hogy itt van közben egy bokor. Na és akkor itt már más dolgom nincs is. Jó. Valaki adott nekem sárdokat. Aha, Discord, nem Szombra volt. De milyen érdekes, hogy Discord meg Szombra most együtt beszélget. Ezt nézzük meg közelebbről. Arra lennék ilyenkor kíváncsi végül is, hogy most miről beszélgettetek, talán arról az időről, amikor még ők voltak azok, akik Equestriában akartak uralkodni, na mindegy. Akkor most visszamegyünk Ponyville-be. Egyébként az jutott nekem eszembe most így hirtelen, hogy Szombráról beszélünk, hogy jó lenne, ha például Szombrát visszahozna a Hasbro. Tehát, hogy most lenne megint egy olyan rész, ahol Szombra visszatérne, és ugyanúgy vele is el kéne játszani ezt a dolgot, mint Discorddal. Tehát, hogy őt is jóvá kell változtatni valahogy. Csak azt már nem tudom, hogy ki oldaná meg, mert Fluttershy-ra biztos nem fogna hallgatni, biztos nem hallgatna pontosabban. Na. Fejezzük be Lyrát, ugyan nem fog most ettől az ezes játéktól szerintem még fölmenni, de azért játszunk vele. Mert most, hogy elrontotta, biztos, hogy nem, de mindegy. Ekveszti a görbe csinálni egy sorozatot. Nekem az jó hangzik. Én azt mondom. Sőt, biztos, hogy vagyok benne, hogy más rajongók is azt mondják, hogy nem is hangzik rosszul, jöhet.
Csak az a baj, hogy a legtöbb rajongó biztos azért vetti el az Equestria Girls, mert ezzel már beszélgettem ez egyik ilyen rajongóval, akiről már beszéltem a korábbi videóimban. És csak egy hajszál, és az a egy hiba miatt, na nem baj. Akkor majd a következő alkalom, amikor videót csinálok, megcsináljuk. Bár lehet, hogy a következő napon, na, következő napomat azt ki fogom hagyni, majd csak akkor, mikor meg lesz a Gemkupac, akkor fogok jelentkezni, vagy legalábbis akkor, ha már megszereztem az Equestria Girls mini játékban a pónit, mert még van póni, akit meg kell szereznem. Na, igazából csak azt akartam a küldetésben megmutatni, hogy haladtam már valamit a Loyalty Shardokkal. Azt hiszem, hogy ez a küldetés... Hogyha ez a küldetés kész lesz, akkor nincs utána semmi, mert utána már csak a városházat kell megvenni. De hát a városházat én nem veszem meg, legalábbis most nem, mert 360 gemet kiadni, ezért normális a játék. Jó, végül is ez még akkor annó, tehát annak idején még ez számított drágának, és ezt megvette az ember, akkor utána már megkapta a Luna hercegnőt. Na jó, mindegy. Hát az még nekem jóval odébb lesz. Én már szerintem csak úgy tervezem, hogy karácsony után, tehát mert mikor mondom, ez a videó készül már, hát még nincs karácsony, mert még november van, de hát én már úgy tervezem, hogy hogy akkor a városházát majd legfeljebb karácsony után fogom megszerezni. Majd meglátjuk. Na, szerintem ennyit volna már ez a videó, és akkor majd nem tudom, mikor fogok legközelebb jelentkezni, majd meglátjuk. Addig is köszönöm minden kedves nézőnek a figyelmet, és visszat a következő videóban, valamint külön minden Brónak és Pegasztitek pedig Brófés, viszlát!